A hideg beköszöntével sokan kezdtek el fűteni, sok háztartásban pedig még mindig fával fűtenek. Fontos, hogy tüzeléskor a tűzifa száraz legyen, mert ha nedves, a tüzelőberendezés bekátrányosodhat, ennek javítása pedig tetemes összegbe kerülhet, ahogy a tűzifa beszerzése is egyre költségesebb. Inkább hátránya van most már a fával való fűtések, ugyanis nagyon sok a munka vele, illetve nagyon nagy a költsége. Az elmúlt évben már nagyon-nagyon megemelkedett a fának az ára, illetve nagyon nehéz beszerezni is. A fával való tüzelésnél kényelmesebb a gáz vagy a szén. Míg az előbbi fűtőértéke nagyon magas, az utóbbi változó és a vásárlók információi alapján nem érzik annyira melegnek a lakást, hogyha az alacsonyabb fűtőértékű, jóval olcsóbb minőséget választják. Jobb minőségű szénnel vagy a kis kiszerelésű brikettel azonban kiváltható vagy kiegészíthető a fatüzelés. Idén a akác kuglink az ilyen 4500 forint körül mozog mázsája, és egy 4000 forintja tudunk adni már egy sokkal jobb fűtőértéke rendelkező diószenet például. Nagyon fontos a tüzelőberendezések, a kémény és az elégetni kívánt tüzelőanyag megfelelő összhangjának biztosítása. Csak ezek tökéletes együttműködtetésével lehet energia és költséghatékony a fűtés.